Koronavírus.szexárd.hu. Itt minden információt megtalálhatnak az érdeklődők a megyeszékhelyen éppen aktuális koronavírus helyzetről, valamint az ezzel kapcsolatban hozott intézkedésekről. A COVID-19@szexárd.hu e-mail címre pedig várják a lakosság kérdéseit és visszajelzéseit a témával kapcsolatban. Erről beszélt szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján Ács Rezső. A polgármester azt mondta, hogy nem csak Szekszárd, de egész Tolna megye jól szerepelt az első hullám alatt, és szeretnék, ha ez megmaradna. Többek között ezért is tették kötelezővé a közterületeken való maszkviselést, úgy, ahogy a legtöbb magyarországi megyeszékhelyen. Eddig 5 rendeletet és 3 közgyűlési döntést hozott meg a polgármester, de minden alkalommal kikérte a közgyűlésben lévő 2 frakció véleményét is. Előkészítés alatt van viszont a közgyűlés által legutóbb meghozott egyik döntés visszavonása. Az Éljen Szekszárd frakció megszavazta, hogy a házasságkötésekkor az anyakönyvvezetőnek járó díj összege 2,5-szeresére, szertartásonként 10 000-ről 25 000 forintra emelkedjen, ezzel megnehezítve a házasulandók helyzetét. A kormány intézkedései is arról szólnak, hogy a családok terhei csökkentse, minél inkább ösztönözze a házasságkötések számát, mi ezt szeretnénk segíteni és támogatni. Ennek egyik lehetséges eszköze lehet az, hogy most közülési döntés értelmében csökkentsük majd a díjakat, és ezzel elősegítsük a házasságkötések számát. A polgármester azt is nagyon fontosnak tartja, hogy azokat az ügyvédi megbízásokat megszüntesse, amik nem szolgálják a védekezés vagy a város jelenlegi helyzetének érdekeit. Ezek elsősorban szegedi, pécsi és budapesti ügyvédi irodák, amik az önkormányzati cégek átvilágítását végzik, több millió forintos kiadást okozva ezzel a városnak. Ezeket a vizsgálatokat az Éljen Szekszárd frakció kezdeményezte. A polgármester szerint most minden fillérre szüksége van a városnak a hatékony védekezéshez. Éppen ezért létszámstoppot hirdetett hétfőn az önkormányzati cégeknél. Azt az utasítást adom mai napon az önkormányzati cégeknek, hogy új munkavállaló felvételére nem lesz lehetőség. A megüresedő álláshelyeket zárulniuk kell, és ezzel is csökkentjük a költségeiket, hiszen nem csak azt szolgáljuk ezzel, hogy a szexuálisok megfelelő állójussanak a különböző szolgáltatásokhoz, hanem ezen cégek túlélését is segítjük. A polgármester azt is elmondta, hogy a rendkívüli jogrend ideje alatt tervezi a Modern Városok program részeként megvalósuló pályázatok felgyorsítását is. A héten Gyopáros Alpár kormánybiztossal tárgyal majd ez ügyben. Ez érinti a tervezett szállodát, a rekreációs központot, a sportcsarnokot és a tudásközpontot is. A toppos pályázatok ügyében is hasonlóan jár majd el a megyeszékhely vezetője. Szeretné, ha minden beadott és megnyert pályázat meg tudna valósulni. Így van ez a Baka István általános iskola felújításával kapcsolatban is. Az lenne javaslatunk, hogy a digitális képzés miatt megüresedő középiskolai épületek esetleg használhatók lennének a képzés szempontjából, így a Baka iskolából ki tudnánk esetleg költözhetni valamennyi gyereket. Más intézményekben zajlana a képzés, az alatt, amik ez a digitális képzés zajlik, és teljes egészében rá tudnak adni a munkaterületet a kivitelezőnek. A projekt kivitelezője azt mondta, hogy így néhány hónap alatt a munka 70%-át el tudná végezni. A döntést a szekszárdi tankerület hozza majd meg egy a napokban történő egyeztetés után.